Akit elkap a vágy, hogy elektronikával foglalkozzon, multiméter nélkül nem sokra megy. De rövid időn belül rá fog jönni, hogy az időben változó jeleket is jó lenne valahogy vizsgálgatni, tehát kell egy oszcilloszkóp. A gond csak az, hogy két ilyen eszköz vagy nem elég pontos, vagy eléggé drága. Viszont elküldte nekem a Zotec, a ZOE ZT702S nevezetű készülékét, mely nem csak egybegyúrja az említett két eszközt, de még elérhető áron is kínálja. A dobozán se számok, se gyártó. Ami nem is csoda, hiszen ha körülnézünk, más gyártókra rendelve is felelhetjük a terméket, de állítólag a Zotek a készítő. A dobozban egy fekete tokot találunk, ebben lapul a készülék. Kapunk oszcilloszkóp mérővezetéket, multiméter mérővezetéket, hőmérő mérővezetéket és egy töltőkábelt. Egy angol nyelvű használati utasításból tudhatjuk meg, hogy mit és hogyan használjunk, és természetesen itt találjuk a multimétert is ami valahogy nem nagyon akar bekapcsolni. De se baj, ideje feltölteni. Így már ugyan bekapcsol, de azért hagyja minket teljesen feltöltődni. A töltést a bekapcsoló piros fényjel is jelzi, és ha feltölt, kialszik. A készülék kinézetét tekintve a burkolat piros ABS és fekete TPE ízléses keveréke, az oldalán egy kis ajtócskát találunk, emögött lapul az usb c és töltőcsatlakozó. Még a készülék tetején az oszcilloszkóp mérővezetékének csatlakozóját találhatjuk. Természetesen kapunk egy támasztó lábat is, bár ez elég vékonyka. Gombokból kapunk párat, de a legfontosabb a bekapcsoló gomb. Ezt megnyomva, dicséretes sebességgel bútol a készülék, egyből oszcilloszkóp módban. Viszont a mód gomb megnyomásával könnyedén válthatunk multiméter módba. A megjelenített képet egy 2,8 szolos színes IPS kijelzőn láthatjuk, és kapunk egy figyelmeztetést, hogy nem érjünk feszültséget árammérő módban, mert csattanni fog. Lássuk először a multiméter módot. Ehhez kapunk kellően lágy, de azért nem gumikábeles mérővezetéket, melynek hegye érdekes, igen hosszú, hegyes kialakítású, és ugyan aranyszínű, de nem aranyozott. A felső sorban található funkciógombok segítségével válthatunk a különféle mérendő egységek között, még alatta egy bekapcsoló, egy mérési tartományválasztó, melyet alapból automatikusan választ meg, de van manuális lehetőség is. A következő egy kimerevítő gomb, mely röviden nyomva kimerevíti a képet, hosszan pedig elmenti képként, mint egy képernyőképet, melyet később le tudunk tölteni az eszközről. A középső navigációs gombok a menüben történő lépkedésért felelősek. Itt tudunk nyelvet választani, Állíthatunk automatikus kikapcsolást, módosíthatjuk a háttérvilágítás fényerejét, valamint láthatjuk a firmware verzióját. Melyből a legtöbb esetben nem kapunk újabbat, soha a büdös életben, de ehhez van, és letölthető a gyártó weboldaláról, sőt, még egy videót is kapunk arról, hogy hogyan kell elvégezni a frissítést. Sajnos azt nem írták le, hogy mivel lesz jobb a frissítés után, de legalább napra készen tudom kipróbálni a műszert. A kijelzőn kapunk egy analóg műszerre emlékeztető sávot, de ez is a számérték ütemében frissül, így nem helyettesít egy valódi analóg műszert, csak mutatja, merre járunk az adott mérési tartományban. A nagyban megjelenő fő értéken kívül látunk még maximum, minimum és átlagos értéket is, de nem jöttem rá, hogy ezeket mégis hogyan kéne nullázni, szóval így igazából kevésbé hasznos, de a lényeg, hogy az ígért mérési pontosságok és hibahatárok azok valósak, és ez a lényeg. Váltakozó feszültség esetén 100 volt felett pirossal jelzi, hogy veszélyes terepen járunk, és ez esetben a frekvenciát láthatjuk a jobb alsó sarokban. A kettes funkció foglalja magába az ellenállás mérést, mely esetén szintén minimum, maximum és átlagértéket is láthatunk, és a mérés pontosságára sem lehet panasz. Természetesen relatív mérést is végezhetünk, de ez esetben csak manuálisan tudjuk megválasztani a mérési tartományt. A mérés szintén gyors és pontos és könnyedén megbirkózik mindenféle színüleddel. Kapacitás mérés esetén türelmesnek kell lennünk, de érdemes, mivel a végeredmény ezúttal is pontos. A szakadás vizsgálatban sem csalódtam, gyors és hangos. És ami fontos, hogy még a legvégén is tökéletes az érintkezés. Árammérés esetén is pontosak az értékek, egyen és vált áram esetében is, de kissé kellemetlen, hogy mindegy, hogy melyik árammérő ajzatban van a vezeték, minden tartományban mér valamit. Csak a hozzátartozóban valósat, a másikban pedig fiktívet. Ez azért esetenként vezethet mérési hibához. Hőmérséklet méréséhez szükséges az ehhez való szonda. És kicsit furcsa, hogy az F4-en érhető el a mérés, de erre csak akkor válthatunk, ha nem árammérő módban vagyunk. Itt is kapunk maximum és minimum értéket, viszont nagyban mindig a Celsius értéket látjuk, és a jobb alsó sarokban jelenik meg a Fahrenheit érték. Már ezek után is használható készülék ez a multiméter, de még csak most jön az oszcilloszkó funkció. Ehhez a szokásos mérővezeték pakkot mellékelik, általános használható mérővezetékkel. A multiméter oldalán találunk egy csatlakozót, mely négy szögjelet generál. Ezzel tudjuk beállítani a mérővezetékünk zavar szűrését. Az autó gomb megnyomásával pár másodperc alatt megtalálja a megfelelő beállítást, és már látszik is a jel teljes pompájában. Itt is megkapjuk a főmenüt, csak a multiméter esetében, azonban jóval több lehetőséggel, mint például az ACDC választó, a trigger mód, hogy emelkedő vagy csökkenő jel triggerelje, valamint hogy egyszeres vagy tízszeresre állítottuk a mérővezetéket. Tovább lépve a korábban is látott pontokat találjuk, és a plusz mért értékek megjelenítését, amit szerintem érdemes bekapcsolni. Még a harmadik részben aktiválhatjuk a külső tárhelymódot, és kalibrálhatjuk az oszcilloszkópot, melyre csak rákattintunk, a többit pedig elvégzi magának. Ez esetben is végigpróbáltam minden funkciót, és a megjelenítés is rendben működött az ígértek szerint. Valamint a trigger funkció is hibátlanul teljesített. Nem mellesleg ez esetben is tudunk képet menteni az ebben mért vagy vizsgált dolgokról. Nem maradt hát más, kukkancsunk bele. Négy csavar eltávolítása után már is látható a belbecs. Többek közt, hogy egy 2000 milliamperórás lítium-ion cella hajtja, melyel az üzemideje folyamatosan használva nálam körülbelül 6 óra volt. Mellesleg teljesen mindegy, hogy multiméter vagy oszcilloszkóp módban használjuk, a fogyasztása ugyanannyi. Szerencsére töltőről vagy powerbankről is használható, így ez nem akadályozza a munkát. Ami a többi részt illeti, ugyan nem vagyok profi a témában, de szerintem picit nagyobb bacska légrések azért elfértek volna a bemeneteknél, főleg ennél a csavarnál, ami a bemenet mellett van, ha már a bemenethez ezer voltat írtak. Egyébként egy kulturált felépítést láthatunk, és a felső részen, a másik lyuk, talán egy jövőbeli két csatornás oszcilloszkóp előszele, de ezt majd meglátjuk. A gombok felőli oldalra rejtették a fő ícét, amelynek teteje teljesen lelecsiszolva, így ennek pontos típusa Mr. Lee Hong titka marad, de annak örülünk, hogy elkészítette ezt a multimétert, mert ilyen áron szerintem minden hobbi elektros asztalán ott a helye, mivel kategóriájában egy pontos mérőműszerről beszélünk, melynél az oszcilloszkóp is jól használható, és ami fontos, könnyen kezelhető, mert valahogy ott érhetőek el benne a funkciók, ahol egyébként logikusan is keresné az ember. Szóval a ZT702S megkapja az ajánlásom, ti pedig a hozzávezető linket a leírásban, én viszont most megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ha még nem tettétek meg, kedveljétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!